Regisztráció a terepen és indulhat a szemétszedés. Az eső ellenére többen csatlakoztak az akcióhoz. Mit találtatok, mit szedtetek össze? Hát nagyon sok műanyag dolgot ezen kívül, még nagyon sok cigicsiket, ami elég borzasztó, hogy az erdőben ennyi található, és sörös dobozokat. Meg még hát nylon zacskókat, de az már kevesebb. De elég sokkal rosszabbra számítottam, szóval ennek örülök. A megyei önkormányzat is csatlakozott a kezdeményezéshez, a közgyűlés elnöke ott volt az erdőben. Tavaszi nagy takarítás, egy háztartásban, egy családban is így van, egy családi házban. Így kell, hogy legyen a közterületeinken is, hogyha komfortosan, otthonosan akarjuk érezni magát, akkor legalább egy évben egyszer az olyan közterületeinkre is oda kell figyelni, amit talán rendezett formában nem takarítanak, vagy ha mégis, mint ahogy ezt a erdőt szerintem megfelelően karbantartja a nyíredő, akkor is lehet azért olyan hanyag emberekkel találkozni, akik eldobtak egy-egy szemetet, egy-egy hulladék darabot, és azt most összeszedjük. Magyarország legnagyobb önkéntes akciója a Teszed. Az immár 6. alkalommal megrendezett eseményre április 18-án évfélig lehetett jelentkezni. Let's clean up Europe, azaz tisztítsuk meg Európát, ez az idei jelmondata a Teszed akciónak. Immáron 6. alkalommal rendezik meg ezt az akciót, amelyre előzetesen 128 ezeren regisztráltak az országban. 2240 helyen gyűjtik a szemetet, óvodások, iskolások, munkahelyi közösségek és fiatalok, barátok. A tavaszi nagytakarítás látványos környezetvédelmi megmozdulás, ami a környezettudatos gondolkodásmód népszerűsítéséért indult el, ugyanis a fiatalok nem sokat foglalkoznak környezetvédelmi kérdésekkel. Őszintén megmondva szerintem nem sokat sajnos, amint szerintem változtatni kellene, mivel nagyon fontos, hogy változtassunk azon, hogy ugye ne romoljon tovább a maga a környezetünk. Szóval igen, kellene még többet foglalkozni a embereknek, a fiatalságnak ezzel az egésszel. Tavaly 2300 tonna, azaz 9000 köbméter szemetet gyűjtöttek össze az akció során.